Sziasztok, itt Amúr és a Minecraft vanillás sorozat következő epizódja. Nem kommenteltetek, viszont a nézettség nagyon jó volt az első részben. Többen néztétek meg, mint mondjuk az utolsó Modult Infinity-s videót. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor érdemes folytatni, hiszen, mint ahogy mondtam a legutóbbi részben, nagyon-nagyon sokan játszanak vanillával, jóval többen, mint a Modult Minecraft-tal. Most éppen bányászás közben vagyok, nem véletlenül egyébként. Furcsa módon kőre van szükségem. Egy hatalmas épületet kezdtem el, azt természetesen majd megmutatom. És az egyik szerveres kollégától kaptam sziltácsos, ilyen gélérintéses csákányt, hogy legyen bőven kövem, hiszen akkor ezt így szimplán át tudom kraftolni kőtéglával. És akkor nem kell szórakoznom azzal, hogy kisütögetem a koblét. Úgyhogy van előnye ennek a kis sziltácsnak így. Ezzel elég sokat ki fogok tudni szedni. Bár pláne, hogy törhetetlenség 3 és hatékonyság 5-ös kombóval van. Próbáltam ilyet előállítani. Egyetlen egyszer adott gyengéd érintést egy vascsákányhoz, az párszor megjavítottam, de ugye 1.8.1-ben minél többször javítod, annál drágább lesz a javítása, és egy idő után már nem érdemes mondjuk egy vascsákánynak pláne megjavítani, amikor, mit tudom én, 20 szintet kér érte tapasztalatból, akkor az ember inkább kraftol egy másikat. Na, viszont annak nincs értelme, hogy a vasércet sziltacsal szedjük ki. Amikor véletlenül beleszaladok és a vöröskövet is sikerül úgy, na akkor itt forduljunk vissza. Ne utassalak benneteket túl sokáig a bányászással. Mindenesetre addig végig akarok menni, amíg vissza ki nem érek. Legfeljebb leállítom közben. De a bevezető azt mindenképp. Az out intro. Legyen ez az intro. És akkor folytatom, nem sokára jövök, hogyha a bányászással visszaértem a fő csapásvonalra. Na, meg is jöttem, csak közben tele vagyok. Ja, igen, van a spawntól egészen a pincémig egy metró építve, ezt befejeztem, ezzel nagyon jól el voltam, és az oldalfalában, mivel voltam annyira, hogy is mondjam, előrelátó, 11-es szinten vittem végig a vasutat, itt az oldalába végig tudok majd bányászni, és ez nagyon jó terület. Igen, itt hagytam dolgokat, ezeket összeszedjük, ne menjen kárba a sziltacsos tudsz, valamint jó kis szeneket, jó. Kis szenet itt hagytunk, amit nem akarunk itt hagyni. Jó, van itt vas és minden. Nagyon jó kis kör volt, 32 gyémántot találtam egy alagútban. Oké, hogy kellett hozzá egy kis fölcsön, kis szerencse a csákányon, de az kifejezetten jó jött. Itt még azt kiszedjük, ezt a szenet. Bocsi, már úgy akartam, hogy már nem bányászok videózás közben, de ezt nem akarom itt hagyni, és mivel már újra indítottam, akarom rögtön egy perc után megint leállítani. Az ugyan nagyon, hogy is mondjam, olyan nem folyamatos, nagyon-nagyon akadozott, szakadozott. Ennyi belefér, igen, csak a fejem felett nem lenne valami, akkor még tudnék is tovább menni. Igen, tehát ide akartam visszajönni ezt kiszedni. Nincs nálam már koble, elhasználtam az összeset. Igen, itt is vannak még cuccok. Ez sem menjen kárba. És ha ezt összeszedtem, azt hiszem itt lettem kb. Tele. Jó. Akkor menjünk vissza. Oké, tehát természetesen nem fog végigmenni a spawning a vasúton, hogy megmutassam, hogy milyen vasútot építettem, hát miért olyat, mint egy vasút. Ide felmegyünk, a pincébe itt szerintem itt is elég sok minden változott, de túl sok minden nem. Talán annyi, hogy végre van varázsló asztalom. De amit mondtam, sajnos nekem gyengéd érintést nem adott eddig, csak egy vascsákány, amit már elkoptattam. Viszont kaptam az egyik kollégától 2-t, igen, ezt említettem. Itt így nézzünk ki, kis képek szimbolizálják, hogy éppen mit gyűjtök a baládába. Kőtéglával fogytam ki, ugyanis nagy építkezésbe vágtam a fejszemét, és megint magamat ismétlem, hiszen ezt rögtön a bevezetésben elmondtam. Szóval gyorsan, amit összeszedtünk, ezt haigáljuk ide bele.
Ugye már nincs nagyon leválogató rendszer, itt mi vagyunk a leválogató rendszer. Hó, kis szén, sikerült kiszedni, szirtácsa. Oké, éjszaka van, egy kicsit egyszerűbb a dolog, mivel a helyi nehézség fokozatosan nő 1.8.1-ben. És itt ha F3-at nyomunk, akkor írja, hogy Local Difficulty 3.75, 4016. nap. Minél többet vagyunk egy helyen, annál jobban megy fel ez a nehézségi szint. Azt hiszem egyesről indult talán, nem vagyok benne 100%-ig biztos. És akkor nézzük meg, hogy miről is van szó. Na igen, ott lesz egy hatalmas épület. Mind a négy oldalán alapból úgy terveztem, hogy ilyen lépcsők mennek, de a hátsó oldalát mégis végül egybeépítettem. Természetesen a középső részek azok fel lesznek falazva teljesen, és lesz teteje. Itt lesz egy hatalmas belső tér, amiben akár lehet az új a rezidenciám is. És annak a haj tető lesz felül. Mindjárt megmutatom, mire gondolok. Tehát itt körbe falazom végig, és tető kerül rá. Akkor egy ugyanilyen kisebb épület kerül rá. Annak a tetejére pedig ugyanilyen kisebb épület, ilyen piramisszerű lesz az egész. És itt a három oldalába lépcsők, a negyedik oldaláról pedig, illetve lehet, hogy itt is majd később kis vízeszélszerű lefolyásokat csinálunk. Ezt megpróbálom majd jobban kidolgozni, mint hogyha tényleg egy ilyen kifolyó kőperemből, nem csak úgy a levegőből folyna ki a víz. És akkor ez lesz az. Az épület alapja a szeremiszi függőkát, arról egy rajzot láttam interneten, ami hasonlóan volt kilakítva. Azt majd lehet, hogy bevágom a videóba, amikor megvágom azt a képet, hogy lássátok, hogy mire gondolok és mit akarok majd csinálni. Nem lesz az orosz, egyébként gigantikusabbra és nagyobbra terveztem, tehát így is óriási mennyiségű kő kell lesz hozzá. Na innen látszik a régi kis terület a sok kis búzamezővel. Jó, ez volt az egyik, amit mutatni akartam. Ez a kis épület, ezzel el van az ember, elépítkezik. Azt felvenni azért lehet, hogy tényleg szadizmus veletek szemben. Viszont van egy nagyon speciális bányám. Azt emlékezetem szerint nem mutattam, de nem vagyok teljesen biztos az első részben. Sőt, szerintem ezt utána alakítottam ki. Na, itt volt egy nagyon nagy belső tér. És azt elkezdtem mélyíteni lefelé. Méghozzá oly módon, hogy a falba, mennyi pók lett, igen, ez a helyi nehézség következménye, a falba oldalra kis alagutakat kezdtem ásni, a bánya alagutakat. És ahogy lejjebb mentem, 3-4 szinttel, akkor megint belefért egy alagút, persze a hatékonyság itt is megvan, tehát legalább két távolság van, ahol több is a két alagút között, és alatta hát, hogy túl lenne jó, itt igen, így kezdtem el, itt elrontottam, hogy két blokknyi a távolság a következő alagúthoz, hiszen az egyiket felülről, a másikat alulról látom a blokkokat. Na hányan vagytok már? Nézd már, ez világosabb. Jaj, srácok. Nem szeretem az agresszivitást. Jó van. Tehát ez a koncepciója a bányának, ez egy speciális kis bánya. Jól fog kinézni szerintem, hogyha leérünk. Nem is tudom, hogy a szinten tart most a dolog. 21, tehát még mindig vagy 10 szintet lemegyünk. Az azt jelenti, hogy 2-3 sornyi alagút mindenhol lesz. Ide lejön az ember, és akkor csak ámul, mint egy mékas. Olyan szintű bánya lesz. Itt, hogy az ember mit csinál vanillávát, mit építkezik ezzel. Ez már megtörtént. Úthálózatot csinál magának minden egy... gyorsabban eljusson különböző helyekre. Erre a vanillára még mindig a legjobb a vasút. Persze a vas az meg, illetve az arany meg nagyon nagy kincs. Ú, az egyik helyen tényleg ott hagytam aranyat. Azt a mindenit menjünk, csak leremélem még megvan. Bocsi, de ezt nem akarom veszni hagyni, hiszen a vasúthoz kell. És elég ritka lett. De és abból találok a legkevesebbet az aranyból, talán még gyémántból is többet. Ezt remélhetőleg nem despawnoltak még azok az aranyérc darabok. És akkor megtalálom. Látjátok, itt szépen megyek sorba, és a metró mellett is kibányászom.
majd a másik oldalt is végigmegyek. Sajnos elég lávás rész, de annyira nem katasztrófa. Az a vasat, azt vasat, azt az aranyat hol hagyhattam, akkor csak tovább is bányáztam. Hogyha viszont elhagytam azt a területet, mondjuk akkor is elméletileg meg kell még lenni egy ideig. Most tudom, hány perc után tűnnek el a cuccok. És azt sem tudom, hogy szerveren hány perc után tűnnek el a cuccok. Ilyen felesleges adatokat nem szoktam megjegyezni. Elég messzire kerültem. És elkezdtem pont azért visszajönni, hogy haver, aha, én gyanítom, hogy valahol itt volt ez a az aranybányászós cucc. Úgy szoktam egyébként addigásom az alagutat, amíg nem találok valami barlangot, vagy természetes bányát. Itt nem jutottam el odáig, feladtam. Így is elég hosszú lett az alagút. De sajnos despawnolt már az aranyérc. Sajna. Nem baj, így is elég eredményesek voltunk. Miért nem akar ez futni? Azért, mert nem fullon van a... Na, fut, az jó van. Láva felől nem fogom kibányászni a vörös ércet, mielőtt mondanátok. Ott viszont szenetot hagytunk, ugye? Bizony. Így szerintem annyira nem kics maximum fákjelzásokhoz, hogy szikutakcsal tudtam bányászni. Na jól van. A rész zárásaként, hát ez elég... Nekem furcsa egy kicsit a ritmusa a vanillának még mindig, de mondom, jó volt a nézettség, ezért csinálom a következő részt. Természetesen nem pörökölhet úgy egy vanillás videó, hiszen nem lehet annyiféle dolgot csinálni benne, mint egy modoldban. Nem lehet vég nélkül építeni a gépeket, futtatni a különböző bányászó automatizmusokat, hanem mindennél nekünk kell megküzdeni, és a vanillában tényleg a bányászás teszi ki a legnagyobb részt, meg az építkezés. Ez is evidens. Viszont, ha érdekes az épület, akkor maga az építkezés is lehet érdekes, amint az ember levideózza. Mondjuk az, hogy itt felhúzom a falat teljesen csurig, az nem biztos, hogy túl érdekes. Feltéve, ha nem tudom játatni érdekes dolgokra a számat közben. De ilyen mennyiség időben, tehát ezek azért tényleg hosszú órák, amíg egy ilyen épület elkészül. Van egy lábban mindenki másképp építkezik. Igazából akkor van nagyon gáz, hogy az ember hardcore-ban épít magas épületeket. Ott azért már elég nagy a kockázat. Nem biztos, hogy megéri. De amíg az ember mondjuk egy ilyen szerveren játszok, ahol ha meghalok, akkor még a cuccaimat se, és a szintemet se vesztem el, ott túl nagy veszély nincsen. Valószínűleg az élet így beállítva, ahogy néztem, szinte mindenki szeret építkezni. Nagyon szép épületek vannak felhúzva, szinte mindenkinek a rezidenciáján. Én se akarok lemaradni, csináljak valami egyedit erre. Sajnos a DIM most nem működik, le lett állítva, hogy az ember megnézze neten, hogy ki merre van és mit csinál, de nagyjából már mindenkit bejártam. És ha majd egy-kettőtől engedélyt kérek, akkor meg is mutatom videóban az ő építményeiket is. Vannak egész profi cuccok fenn a szerverem. Érdekes lehet, pláne hogy nagyon sokan próbálkoznak automatizmusokkal, ami a vöröskős dolgokat leszámítva azért nem egyszerű. A vanillában nagyon nem egyszerű. Na hát sajnos ennyire volt elég a Silk Touch Old Cobble, amiből gyorsan kőtéglát tudtunk csinálni. Majdnem fel van húzva körbe a fal. Közben a helyi nehézség a helyi erők segítségével emelkedett. De srácok,
ez az én házam lesz. Tudjátok, mit jelent az? Hogy Amúr legyakja a fejeteket, amiért birtokháborítást követtetek el. És ha valaki ilyen robbanékony, akkor se idegeskedjen az én házamban. Menjen a frázba. Na, ide valami kis padló mintát majd kitalálunk. Hogy jól mutasson. Na, ez egy jó nagy nappali lesz szerintem. És akkor felette lesz még pár szint. Itt direkt jó egyébként, hogy a víz közepén van. Nem akarom ezt megváltoztatni. Ez így teljesen jó. Éjszakai látkép. Lehetne egy kicsit több sor fákjával. De egész jó lesz ez. Na, majd meglátjuk. Valószínűleg akkor itt elől is engedek le kis víz, esésszerű dolgokat. És egész profi lesz ez az épület. Nem olyan nagy egyébként, mint aminek terveztem. Sokkal monumentálisabbat akarok. De majd egyszer, majd legközelebb a következő az még nagyobb lesz. Mindig így van, az ember a Minecraftba épít egyet, aztán még nagyobbat, meg még nagyobbat, és a harmadik, negyedik házán az már monumentális, gigantikus. Szép környék egyébként, tetszenek ezek a szavannás cuccok. Jó, egész jó. Pláne ezek kis R3D craftos. Igen, amúgy üzenetéle a Minecraftos szintlépés. Srácok, szerintem ezt az epizódot zárom, remélem akkor ez se lesz nektek unalmas, annak ellenére Vanilla Minecraft, és találkozunk legközelebb, akkor is próbálok nektek majd érdekességet is mutatni, és nem unalmasan vanillázni. Sziasztok, Amúr voltam!